Az államalapítás ünnepe szombaton délelőtt 8:30-kor veszi kezdetét a Kálvária templomban. Székely János megyés püspök celebrál szentmisét és megáldja az új kenyeret, majd a Szent István szobornál megtartják a hagyományos városi megemlékezést 10 órai kezdettel. Katonai tiszteletadással felvonják a nemzeti lobogót, ünnepi beszédet mond Horváth Soma alpolgármester, a műsorban közreműködnek énekesek, táncosok, fúvósok és az Arabóna légvédelmi rakétaezred díszalegységének katonái. A megemlékezés ideje alatt nagyjából 9 óra 50 perctől 11 óráig forgalomkorlátozás lesz a Szent István szobor körüli utcákban. A rendőrség eltereli a gépjárműveket a helyi járatos buszok kivételével. Az ünneplés ezt követően az Ízeum és az egykori Éva Malom előtti téren folytatódik, amit Göncz Árpád volt köztársasági elnökről neveznek el. 11 óra 30 perctől ünnepi műsor kezdődik, beszédet mond Nemény András polgármester és Gulyás András, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumi elnöke, díszvendégként érkeznek a Göncz család tagjai és ifjabb Bibó István. A Szentkirályi városrészen külön is megünneplik Istvánt és az államalapítást. 9 órakor szentmise, 10 órakor megemlékezés kezdődik a templomkertben, megszegik az új kenyeret, vasárnap 15 órától pedig megkoszorúzzák István és Gizella szobrát az Arkaházi kastély mellett. A Szent Királynapok a szórakozásról is szól. Idén 3 napos fesztiválnál bővült és új arculatot kapott a helyi polgári körrendezvénye. Pénteken délelőtt már javában készülődtek a Szedres kertben, ami a fő helyszín. Vidám park, koncertek, eszemiszlom is várja a kilátogatókat. Lesz bábszínházi előadás, bemutatkozik a helyi nótakör. Fellép Meggyi, a Köszizében szombaton este tűzijátékot tartanak, vasárnap pedig az Ocsomacsó zárja a bulit.